A közelmúltban tartotta utolsó szolnoki szentmiséjét Jackó György görögkatolikus parókus. Kocsis Fülöp megyés püspök 24 esztendei szolnoki szolgálata után július 1-jével a püspökség építési ügyeinek felügyeletével bízta meg a parókust. A továbbiakban Jackó György családjával együtt Nyíregyházán telepedik le, itteni szolgálatát pedig Szkiba Tibor parókus veszi át. Őt ünnepélyesen vasárnap iktatták be tisztségébe Szolnokon. Vedd ezeket a kulcsokat az Úr nevében, hogy azokkal nyissé zárj, amikor akinek szükséges. A Mária Pócsi születésű két gyermekes családapát szeretettel fogadták a szolnokiak. Nagy örömmel és tisztelettel mutatom be nektek Szkiba Tibor, most már szolnoki parókus atyát. Isten hozta őt, messziről jött, Baktalóránc házáról. Szkiba Tibor Nyíregyházán végezte a teológiát, majd előbb Miskolcra, ezután pedig Baktalóránc házára került, ahol 12 évet szolgált. Egyelőre még ismerkedik új környezetével, tervei azonban már vannak. Az már látszik, hogy egy közösségi ház építésének a befejezés az mindenképpen rám fog maradni. És aztán nyilván, hogy ha egy közösségi ház van, azt tartalommal kell megtölteni. Lelki igazgató vagyok a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában. Ott is szeretnék jelen lenni, hittanórákat is szeretnék ott is bevállalni, meg nem tudom, hogy a városban még az atya járt-e hitoktatni, és aztán szerintem a következőkben, amikor egy kicsit belelát az ember a városnak az életébe, akkor fogok tudni igazán lelkipásztori terveket felállítani magam elé. A parókus fontosnak tartja az ifjúság felkarolását és lelki támogatását. Ez az egyik legfontosabb célkitűzése. Ezen a téren jócskán van tapasztalata is. Ifjúsággal foglalkoztam, tehát volt gimnazista hittan, ifjúsági csoport volt, közösség volt, közösen kirándultunk, kerékpártúrákat tettünk, tehát itt az ifjúságot is, ha kell, akkor föl tudom karolni. Baktalóránc házán foglalkozásokat szervezett, az időseknek bibliaórákat tartott. A parókia udvarán játszóteret épített, ahol mindig szívesen látták a kisgyermekes családokat, sőt rendszeresen családnapokat is szerveztek számukra. Ezt a tevékenységet Szolnokon is szívesen folytatná a város új görögkatolikus parókusa, aki kedden beszéli majd át jövőbeni feladatait Jackó Györggyel.